Nézzük meg, ott fel. Épp a virágóra előtt dolgoznak a Városgondnokság szakemberei. Örökzöld cserjékkel és nyáron virágzó dús évelőkkel ültetik be a főutca kör alakú ágyásait. Mintegy 300 fát és közel 3000 új cserjét ültet a Városgondnokság a következő hetekben a városban. A belvárosi növényágyaknak a frissítése történik éppen. Ugye voltak már olyan díszcserjék, illetve egyéb növények, amik előregettek, elpusztultak, ugye már a díszértékük nem volt teljes érték. Ezért úgy döntöttünk, hogy frissítjük ezeket az állományokat, illetve hogy télen is legyen valamennyi díszérték, ezért örökzöldeket, illetve nyáron virágzó, hosszabban virágzó évelőket választottunk ide, és ezek kerülnek most beültetésre. Az ősz folyamán még hagymás évelőkkel is telepítettük az ágyásokat, úgyhogy ezeknek is hamarosan majd látjuk az eredményét. Összesen 50-60 helyszínen ültetnek városszerte új fákat és bokrokat. A főutcai beültetések tervezésénél ügyeltek arra is, hogy ne csak tavasszal és nyáron, hanem télen is mutatósak maradjanak az ágyások. Az volt a cél, hogy az évelőknél ugye, hogy hosszabban virágzó, vegyes színeket adó dísznövények legyenek összeválogatva, illetve némi örökzöldet is belecsempésztünk, amik pedig ugye majd inkább télen adnak valamilyen díszértéket, ugye, hogy ne csak a kopár utca, illetve a növényzet látszódjon, hanem legyen egy-két zöld folt is majd az ágyásokba. De nem csak a főutcán, itt a Palotavárosban is zajlott a munka, ezek a fák beültetésre vártak. Változatos méretű és fajtájú egyedeket ültetnek itt is a kertészek. A cserélendő fajtáknál a többi egyedhez igazodva választották ki a növényt a faiskolai készlethez alkalmazkodva. Az új fák ültetése mellett pedig cserélik a korábban kiszáradt egyedeket, és a korai fagyok miatt ősszel elmaradt faültetéseket is most pótolják a Városgondnokság szakemberei. Munkák zajlanak a napokban a 3. Béla király téren, a Gáz utcában és a Lövölde utcában is.